Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Újra együtt van a család, azaz a Családőrzők című műsor és a műsor vendégei, akiket köszöntök nagy szeretettel, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, mozgásterapeutát, egészségfejlesztőt. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És most Csilla, ne haragudj, csak azért, hogy könnyebb legyen, majd hogy nem ugyanezekkel a titulusokkal, sőt, igen, hasonló névvel bír Fekete Cseri Szilárd is, aki a Kerekvilágház Alapítvány vezetője, és itt van a mi drága Csillánk, és a drágát azért kaptad, mert a végére maradtál ezúttal. Pap Csilla mediátor, akikkel gyakran beszélgetünk, azaz hétről hétre beszélgetünk a család ügyes-bajos dolgairól. Nem könnyű témák ezek mindig, de talán érzik, hogy annak ellenére, hogy milyen komoly dolgokról van szó, mi is igyekszünk egy kis vidámságot hozni bele. Van, amikor elég nehéz, például a mai témánál, ugye folytatjuk a beteg a családban témát, de most arról fogunk beszélni, hogy mi a helyzet, hogyha beteg gyermek érkezik a családba. Rettenetesen nehéz az első pillanatok egyáltalán, hogy reagáljon rá a család, mikor kiderül, hogy a kisbaba vagy a kisgyerek, aki nemrég született, valamilyen problémával küzd. Hát az az egyik, hogyha már a születéskor kiderül, és akkor sokként éri a családot, a családnak minden tagját. Tehát ott kivétel nélkül mindenki elszenvedi, amit el kell szenvednie. Aztán lehet, hogy nem tűnik mindjárt betegnek az újszülött, de mondjuk fél egy éves korában kiderül, hogy nem úgy fejlődik, ahogy a többi gyerek. Azt megint nagyon-nagyon nehéz feldolgozni. És ha már gyerek, akkor bármikor érheti baleset, aminek súlyos következményei, maradandó károsodásai vannak, de ugyanígy később kijöhet genetikai betegség, vagy később kijöhet valami olyan, vagy kaphat olyan fertőzést, agyhártyagyulladást, bármit, ami maradandó károsodásokat okoz. Tehát attól függően, hogy milyen élethelyzetben találja meg ez a betegség a családot, attól függően fog bizonyos mértékig más és mást hozni. De az egészen biztos, hogy amikor a gyerek lesz a beteg, akkor a család a leginkább akkor zár össze. Tehát akkor érzi mindenki azt, hogy a gyereket meg kell menteni, a jövő záloga, stb. Mindenkinek benne van a saját életrendjében ennek a megfelelő filozófiája. Én azt hiszem, hogy ha a gyereknek van szüksége segítségre és támogatásra, akkor kap a család a legnagyobb segítséget leggyakrabban. Közvetlen környezetéből, a tágabb családból, de akár társadalmi szinten is. Mindenképpen azzal kezdeném, tehát szerintem a családban, amit a múltkor beszéltünk, és említettem a gyász folyamat feldolgozását, hogy el kell gyászolni azt a gyermeket, aki nem született meg, azt az egészséges gyermeket. Értitek ezt? Igen, én értem. Hogy ez nagyon fontos része ennek a hogy egészségest vártak, de ugye nem az lett, és az gyászolja meg. Így van, azt el kell, hogy gyászolják ahhoz, hogy teljesítottságot tudjanak fordulni a beteg vagy sérült gyermek felé, és hogy az a derű, amit említettünk, az újra fel tudjon a családban virágozni. Igen, itt arról beszéltünk, ugye, hogyha egy beteg körül a szomorú arcokat látja a beteg, akkor még jobban megijed maga a beteg is, és ez a gyógyulását nem segíti, igen? Igen, és azt akartam csak mondani, amit te is mondtál, hogy összezárnak, és ilyenkor én azt látom, hogy az összes anyagi erőforrást bárhonnan is előteremtik, hogy annak a gyereknek a legjobb gyógyítást meg tudják adni, hogy a legjobb orvosokat, a legjobb módszereket megtalálják. Tehát én azt látom, hogy a föld alól is előszedik, de tényleg a nagymamák, nagypapák, tehát mindenki anyai tapait összedobnak, hogy a gyereket megmentsék, vagy egyáltalán meg tudják gyógyítani. Nem lehet, hogy ez már egy következő lépés, hiszen első lépésnek ott van, hogy nekik önmaguknak ezt be kell ismerni, hogy itt valami probléma van, el kell tudni fogadni, és aztán meg kell állni a világ előtt mindezzel. Sokszor gát a szégyen, így van. Van, amikor egyértelmű az, hogy baj van. Tehát az a gyerek, aki 3 éves korában nem beszél, nem megy, nem tud a saját korosztályával együtt fejlődni, ott nincs mit elfogadni, vagy nem elfogadni, tehát ott csak elismerni lehet, hogy itt most helyzetbe került a család. Sokkal nehezebb az, amikor ennyire nem szembetűnő, ennyire nem feltűnő a dolog. Mondjuk gyönyörű szépen jön, megy, intézkedik az a gyerek, de nem beszél 3 évesen. Tehát ott azért már lehet érezni, hogy valami nincs rendben.
de még mindig lehet azt mondani, hogy tagadjuk, és nincs probléma. Pedig ott már azért komoly probléma van. Majd elnövi. Majd elnövi, igen, a klasszikus nagymondás. Tehát, hogy, azért az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi az, amivel szembesülnünk kell, mi az, amit nekünk fel kell tudni dolgozni, mennyire befolyásolja ez a minőségi életét a gyereknek, mennyire befolyásolja ez a minőségi életét a családnak, hogyan hat ez a család különböző tagjaira. Tehát azért ez egy óriási merítés ez a téma, és tényleg akkor fogunk tudni ezzel, vagy erről jó beszélgetni, hogyha ha végignézzük azt, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan helyzetekben hogyan alakul és hogyan változik, vagy egyáltalán mit tud tenni a család. Nekünk rengeteg olyan családunk van, ahol kisebb-nagyobb sérüléssel élő gyerekek vannak, középsős értelmi fogyatékos, genetikai kódolás, egyéb fogyatékosságai, látás, hallás, bármi. Nagyon-nagyon különböző módon lehet látni, hogy a családok ezt hogyan dolgozzák fel. Nekem nagyon szimpatikus az a család, ahol van egy óriási hit. Igen, ez egy ilyen gyerek, bár látszólag egészségesnek született, kiderült, hogy nem egészséges, és akkor őt úgy fogadják el, és őt úgy szeretik, és őt úgy támogatják, ahogy tudják. Igen, előfordul, hogy a házukat eladják, csak azért, hogy megmentsék a gyereket, és bármit odaadjanak neki, vagy megszerezzenek gyógyulása érdekében, vagy fejlesztése érdekében. És aztán van olyan szülő, aki a félvilágon végig hordja a gyerekét, és igyekszik kiteríteni, hogy egyáltalán mi baja. A legszörnyűbb szerintem azoknak a családoknak a helyzete, ahol nem tudják, hogy mitől alakult ki, nem tudják, hogy mi alakult ki valójában, és nem tudják, hogy mi lesz a kimenetele. Mert ugye ott a tartós stressz, ez a bizonytalanság, ez a soha nem tudod, hogy mire számíthatsz. Ennél lehet, hogy szörnyűbb az, amikor tudja, hogy mi a gyógymód, tudja, hogy mennyibe kerülne, és tudja, hogy nem engedheti meg magának. Te tudja, hogy van segítség, meg lehetne oldani, és nem tudja megengedni magának, és úgy kell végignézni a történteket és a gyermek fejlődését, hogy amit lehetett, nem tudott neki megfizetni. Nagyon kevés ilyennel találkozni. Figyelj, manapság már, hát csak gondolja arra, hogy milliárdokat adományokkal összeszednek egy gyereknek adott esetben. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább azon múlik, hogy a szülő beletemetkezik a gyászba, és már előre elgyászolja a gyerekét, mint életképtelent mindenféle formátumban, vagy ettől egy olyan, ugye a sérüléseinkből hogyan merítünk erőt, egy olyan erőt merít magának, hogy az egész világot felforgatja, és mindent meg tud tenni. És bizony ki tudják az anyák a sarkaiból forgatni a világot adott esetben a gyerekükért. Tehát azt én sokkal gyakrabban látom, hogyha van a legkisebb esély is, kikukázzák a netről mindenhonnan, adják egymásnak az infót, brutális, hogy milyen energiákat mozgatnak. Szilárd, említetted a szégyen szót, tehát még mindig van ilyen, hogyha egy gyermekről kiderül, hogy valami fejlődési gondja van, vagy betegsége van, akkor inkább eltök a szégyenlik. És most lehet, hogy furán hangzik, de az apukák részéről sokkal gyakrabban fordul ez elő. Hogy gyakran, nincs baj. Teljesen nem van. Mikor így? Majd mondhatok egy példát? Apásod. Apás, anyás. Azt igen. Gyermek megszületik, egy családban oxigénhiányos szülés, gyereket újraélesztik, látszólag rendben van, eléri mondjuk a fél éves, 8 hónapos kort, és látszik, hogy problémái vannak, mozgásbéli problémái vannak, furcsán tartja magát, stb. Senki nem tudja a családban, el van titkolva. Tehát se nagypapák, se nagymamák, senki, csak a szülők, és akik észreveszik, esetleg rákérdeznek, és nem kapnak megfelelő választ, mert hogy a szülők szégyellik, titkolják. Tehát ez a másik, hogy titkolják, ez egy nagyon fontos. Ez a gyereknek rosszabb lehet. Hát hogy nem, mit érezhet az a gyerek, akinek problémája van, és nyilván én azt gondolom, hogy a gyerek érzi, hogy ő nem teljes, aki nem teljes. Tehát valahol tisztában van vele. És mit érez az a gyerek, aki azt érzi, hogy a szülei eltitkolják az ő mondjuk így deficitjét csúnyán, és még szégyellik is? Annulálják. Köszönöm. Tehát, hogy mit érezhet az a gyerek? És akkor itt aztán valamilyen közbeavatkozással megszületett egy terápia, és teljesen utolérte magát, és rendben van az a kisgyerek, akire most gondolok. De ha esetleg elmondják a nagymamáknak, nagypapáknak, vagy olyanoknak, akik bölcsebbek, vagy találkoztak ilyennel, lehet, hogy sokkal hamarabb, sokkal könnyebb lett volna megoldani, mert ugye minél hamarabb teljesül a beavatkozás, vagy elindul egy terápiás módszer, annál nagyobb esélye van rá, hogy egyrészt rendbe jön, és felzárkózik.
Persze, kevesebbet kell felzárkózni. Így van, és az, hogy titkolom. Tehát... Zsuzsi említetted, hogy érdemes megnézni, hogy mi baja van. Mondjuk lehet egy idegrendszeri probléma, nagyon gyakori mostanában, akár az epilepszia, akár más idegrendszeri betegségek, de az is lehet, hogy valami, ami látványos, tehát valami fizikai probléma, más a hozzáállás kettő között? Egy kicsit igen. Hogyha mentálisan retardált a gyerek, gyakorlatilag az épp értelmű kategóriában nem tudják besorolni vagy behúzni, az egy nagyon-nagyon nehezen megemészthető a családok számára. Sokkal nehezebben feldolgozható ez a fajta sérülés, mint a fizikális sérülés. Sokkal nehezebben dolgozzák fel. Legalábbis én ezt látom, kevés kivételtől eltekintve, de hát ugye itt megint egyének és családok relációjában lehetne erről beszélni. Tudok olyan családról, ahol mentálisan sérült a gyerek, egyébként gyönyörű, amíg meg nem szólal. Az annyira szép, ma már felnőttről beszélünk, de annyira gyönyörű, hogy ja Istenem, de mennyire szerettem őt is. És olyan édes dolgai vannak neki, és akkora óriási szeretetben nő fel, és az ő édesanyjától hallottam ezt a bizonyos mondatot. Én rengeteget tanultam a gyerekektől, meg hát ugye a szülőktől, akik ilyen gyereket viselnek és vállalnak. Na úgy mondják, próbatételes gyerek. Ennek az édesanyjának a szájából hallottam, ezt mondta nekem egyszer, honnan teremtjük elő a pénzt, és van pénzünk, nincs pénzünk, hogyan oldjuk meg ezt a kérdést, hogy három gyönyörű gyerekem van, kettő nagyon okos, az azért kerül sok pénzbe, mert ugye tanítatni kell őket, meg nem tudom, hát egy nem olyan nagyon okos, ő azért kerül nagyon sok pénzbe. Tehát érted, hogy ő ugyanúgy egy kalap alá veszi a három gyerekét, neki három gyereke van. Az ő szemében nem különböző az a három gyerek. Hiába egyetemi tanár az egyik, hiába értelmileg fogyatékos a másik, az ugyanúgy az ő gyereke, és ugyanúgy viszi magával mindenhova, és éli vele a mindennapi életét. Hozzá tartozik csatolt fájlként, nem tudom, hogyan mondjam nektek, magától értetődő módon az életüknek szerves része, de ez a gyerek mindent is tud ám mindenkiről, és számon is tartja. De ugye nekem megint, hogyha ha saját példámat kell hoznom, helynemed én ma már nem betegség, védőoltásokkal ugye megoldották, nekem az egyik nővérem, unokanővérem, ő ilyen volt, tehát ő nem tudott menni, nagyon izgalmas volt, hogy én már akkor hogyan akartam őt megtanítani, menni, meg nem tudom, szóval nagyon érdekes történetek voltak, de például ő is visszamaradt értelmileg, de nem azért maradt vissza értelmileg, mert egyébként ő mentálisan retardált volna, hanem azért, mert az édesanyja szégyelte, és nem vitte iskolába. És gyakorlatilag az iskolázatlansága volt, de ő az az unokatestvérem, aki fejből tudja mindenkinek a névnapját, a születésenapját, a házassági évfordulóját, a keresztelőjét, aki kinek a keresztanyja, aki kivel, ahogyan, amerre, pedig egy hatalmas népes családról beszélünk. Tehát értitek, hogy ő is szerves tagja a családnak, és itt is azt látom, hogy szerves tagja és hasznos tagja a családnak ez a gyerek. De dolgoztunk látássérültekkel, dolgoztunk hallássérült gyerekkel. Tehát mindenütt azt látom, hogyha a család ezt a gyereket elszenvedte a gyászmunkát, ahogy beszéltétek is, hogy elszenvedte azt a veszteséget, hogy ez már nem egy egészséges gyerekünk, akkor úgy lesz a családnak részeként, hogy hozzátartozik a Gáborságához, a Zoltiságához, a Sáriságához, az Annaságához, hogy ő egy ilyen gyerek. És őt így fogadják el. És nincs vele semmi problémájuk, de mindenki tekintettel van az ő deficitjére, az ő hiányosságaira. Tehát úgy fogják szervezni az életet, hogyha megyünk, legyen, aki ő ráfigyel, hogyha megyünk, akkor legyen, aki neki segít, hogyha megyünk, legyen, aki az ő kajájával foglalkozik, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez annyira beleszervesül a családi életbe, hogy olyan természetes lesz, mint az, hogy kinőtte a gyerek a cipőt, azt újat kell venni. Igen, de hát itt is előfordulhat az egy másik eset, hogy tehát itt a testvérek is részt vettek ebben a hát ápolásnak, az életnek ennek a megváltozott élésében. És egy másik családban nem tudták jól lekommunikálni a szülők ezt. Tehát ott is megszületik a beteg gyermek, a hát igen, és a tesók kiközösítik szinte? Nem. Rá voltak kényszerítve arra, hogy őt ápolják, elfogadják, játszanak vele. Kényszerítve. Ilyesmi. Ez a baj. És bizony az ő életükben, felnőttként visszanézve, egy komoly hiány jelentkezett amiatt, hogy a beteg gyerek sokkal több figyelmet és törődést kapott. Uh-huh. Tehát
És itt megint azon van a hangsúly, hogy a szülők hogyan fogják kezelni a helyzetet. Hogy mennyi szeretetet tudnak belecsempészni a mindennapokba, és derül. Nyilván azzal kezdődik, hogy meglegyen ennek a feldolgozása, hogy... Tehát valójában ez kemény szülői munka, erre odafigyelni, és nem elmenni azzal, hogy ő a gyengébb, és akkor neki nagyobb figyelemre van szüksége, és a másik két gyerek azt érzi, hogy ő a háttérbe szorul, hanem meg kell találni az egyensúlyt, és hogyha ez működik, akkor a testvérek el fogják fogadni egymást. Ez nagyon nagy esélye. Ez pontosan így van, csak nekem eszembe jut most egy olyan élethelyzet, ami nagyon-nagyon gyakori sajnos a mai világunkban. Ugye autisztikus gyerekekről, hogyha beszélünk, nagyon súlyos ADHD-s gyerekekről, hogyha beszélünk, ahol konkrétan egyemberes gyerekről beszélünk. Tehát ahol nem lehet elengedni a gyereknek 0-24. A kezét. 0-24-ben, ahol nagyon nehéz a táplálás, ahol nagyon nehéz az elfoglalása, ahol nagyon nehéz a lét, ott a szülő nem tud elmenni hajat mosni, nem tud fogat mosni, ott a szülő állva a menet közben kap be két falat kaját. Tehát ott, és ez egy életen át. És azt gondolom, hogy ezek a családok azok, akik a leges-leges legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mert gondold el, ő fog perifériára sodródni. Nincs szociális háló. Tehát ki az, aki beengedi az ő kertjébe, a sok más egyéb családdal együtt meghívunk benneteket, névnap, mit tudom én, születés, akármi, na de ő ne jöjjön. Mert ő aztán olyan, hogy borzalmas fejhangon visít, dől, borít, mindent, hogy érted? És akkor itt a család egyszerűen elzáródik a társadalomból, perifériára sodródnak, és hogyha csak saját magukra vannak utolva, akkor ők iszonyatosan nehéz helyzetbe kerülnek, mert gondold el, itt is fent kell tartani a családi életet, dolgozni kell, pénzt kell keresni, egyáltalán túl kell élni. Ennek az anyának nem, hogy én ideje nincs, kávét inni ideje nincs. Tehát érted, hogy ez pedig már az a nagyon nagy terheltség, ahol én azt gondolom, hogy a társadalomnak lenne óriási felelőssége, hogy ezeknek a családoknak a hóna alá nyúljon, hogy ezeknek a családoknak adjon lehetőséget. Tudod, hogy mekkora dolog, ha egy ilyen gyereket valaki elvisz egy hétre táboroztatni? Hogy csak egy hétig szabadulja meg a gyerek az anyjától, meg az anyja a gyerekétől? Az valami hatalmas nagy dolog, na de ki az, aki ezt fölvállalja? Mi tehet, hogyan ehet, hány óránként, milyen gyógyszer kell neki, mit kell vele csinálni, mi történik, ha ez van, mi történik, elképesztő. Tehát, hogy itt milyen logisztika van, és hogy itt milyen élettörténetek, és milyen sorsok vannak, ezek a legnehezebbek, ezek a legterhetebb, és egy ilyen gyerek 20-30-40 évig él. Gyengébb deficit esetében is előfordulhat ez a probléma, hogy a szülők beállnak erre, hogy mindent megcsinálnak helyette. Bizony, nagy csapda. És aztán ettől a gyerek még jobban belesüllyed a problémájába. Még az egészséges gyerek is ebbe bele tud süllyedni. Hát még életképtelenebbé válik egyébként, tehát még rátesz egy lapáttal az ő életképességére, vagy az egyébként fejlesztendő kompetenciáira, hiszen ha kiszolgáljuk, az egészségesnél is ez van, akkor tulajdonképpen neki nem kell semmit csinálni, és csak van, mint egy szobanövény, hiszen anyám, apám mindent odarak, nekem meg se kell mozdulnom. Vagyis van az a szakkifejezés, a debilre ajnározás. Pszichológustól, ő mondta, hogy debilre tudunk ajnározni bárkit. És ez így is van. És ez nehéz egy szülőnek megmagyarázni, mert nyilván úgy gondolkodik, hogy jaj, de hát az én kicsikém is szüksége van rá, és sőt, mi több, van olyan szülő, én már láttam olyat is, ahol tényleg nem is lett volna erre szükség, de a szülő ettől érzi magát talán többnek. Én azt szoktam mondani a szülőknek, valamit. Hogy ezt kell külön választani, mert ez nem a gyerekről szól, hanem őról. Őróla, így van. Ez az egyik dolog. A másik, hogy az egész rendszerünk, mindenünk úgy van fölépítve, hogy amit használunk, az fölépül, amit nem használunk, az leépül. És hogyha hagyjuk, hogy a gyerek használja magát, akkor föl fog épülni egy stram, erős rendszer, akár testi, fizikai, akár mentális, akár lelki. Ha pedig nem hagyjuk, hogy ő használja magát, akkor le fog épülni. Olyan nincsen, hogy szinten van. Hogy áll ez a kérdés a testvérek között akkor, hogyha mondjuk csatároznak? És a szülő úgy gondolja, hogy akinek problémája van, azt ebből a csatározásból ki kell gyorsan menteni, vagy meg kell védenie, mert hogy ő a beteg, hát, vagy nem, a beteg nem olyan, mint a másik. Tehát, hogy lehet ezt kialakítani a szülők között? Én azt gondolom, hogy a szülők találékonyak. Tehát túl akarnak élni.
Egyébként is manapság azt gondolom, hogy a legtöbb családban ez a napi program, hogy éljük túl a napot, tehát mindenki maradjon életben, és úgy aludjunk el. Tehát ez egy elég veszélyes dolog. De a családok megtanulnak ezekben a helyzetekben találékonyak lenni. Tehát hallatlanul kreatívak. Elképesztő, hogy milyen megoldásokat találnak meg, amikor nekünk is mondanak egy csomó dolgot, hogy most mondok egy példát, a gyerek extra szenzoriális, na mit is jelent, hogy túlságosan érzékeny, valamelyik érzékszerve sokkal érzékenyebb az átlagnál. Például az a szaglása, ugye nekünk embereknek viszonylag satnya szaglásunk van, de van egy olyan gyerek, akinek iszonyatosan finoman kititrált szaglása van. Na most az, hogyha ő nem akar bevenni valamilyen táplálékkiegészítőt, vitamint, orvosságot, bármit, hát annak ad be. Hogyan fogod neki be? Mibe csempészed bele? Ugye? Megváltozik az állaga, megváltozik a kinézete, és megérzi. Tehát szaktalannak kell lenni, vagy szaktalanná kell tenni. Most éppen olvastam egy ilyen nagyon aranyos sztorit, hogy az anyuka úgy tudta megetetni a gyerekkel a nem tudom én mit, hogy a pizzáról leszette a feltétet, belekeverte a paradicsom szószba, mártásba, visszatucakolta rá, kis katona, és betolta a gyereknek. Tehát egyszerűen nem tudja megetetni vele, érted? Tehát a gyereknek meg fontos, hogy megkapja. Tehát azért mondom, hogy eszedbe nem jutna ilyen. Hát eszedbe nem jutna, hogy hogyan adod be neki. De ez csak egy probléma a sok közül. De ezek olyan alapvető életminőséget meghatározó dolgok, hogy ezek a családok, ezek egész nap keresik azt a megoldást, hogy hogyan lehet a helyzetet egyszerűsíteni, túlélni, és a lehető legkevesebb terhelést tenni mindenkinek még pluszban a nyakára, a gyereknek is, szülőnek is, nagyszülőnek is, a testvérnek is, mindenkinek is. Nagyon-nagyon nehéz, és ehhez bizony óriási lelki érettség kell. Tehát ha megnézem azoknak a szülőknek a személyiség változását, aki belekerül egy fiatal létbe, egy fiatal életbe, összeházasodnak, és akkor egyszer csak kiderül, hogy neki próbatételes gyereke van, hogy az milyen emberré válik 2-3-5 év alatt, az valami óriási fejlődésen megy keresztül. A nagyobb probléma az, ha ilyenkor szétmennek a családok, mert azt mondja az egyik fél, hogy kösz nekem ebből elég, és nem mindig az apukák lépnek le. Anya, miért volt az apák? Az apák. Pont most találkoztam egy apával, akit meg az anyuka hagyott el. Igen. És ez nagyon, És gyerekestől. Csak ugye mondtad az apa példát, hogy nehezen fogadják el az apukák a Nem, betegséget. Azt mondtam, hogy náluk gyakrabban fordul elő az, hogy nincs a gyereknek baja. Uh-huh. Tehát a tagadás vagy a szégyenle. Milyen jó, hogy van köztünk egy férfi, és ugye hajlamosak vagyunk, mi nők tényleg úgy beszélnénk, mint ha csak mi lennénk együtt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy kiállsz a férfiakért. Igazán. Lassan-lassan ismét végéhez közeledik műsorunk, de azért még van néhány perc, amiről beszélni tudunk, az, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen az epilepsziás, autista, vagy bármi mással élő, mennyire van betegség tudata? Tehát mennyire van tisztában azzal, hogy ő más? Van egy cukorbeteg kislány, akinek 2 és 20 között ingatozik. Neki komolyan kellett ehhez felkészülnie, és az anyukája rengeteget aggódott, és ma már saját maga tudja kezelni, és minden rendben. Rajta van, nagyon erősen rajta van, és múltkor azt kérdeztem, hogyha lenne egy varázspálcátok, és bármit megváltoztathatnátok az életetekben, egy csoportban, ki mit csinálna? Egyből ez volt. Tűnjön el. Tűnjön el, mert mindig ott kullom mellette. Senki nem bántja őt ezért. Nincsenek szurkálódások, nincsenek piszkálások, vannak jó kapcsolatai, tehát nem ez, de ott van benne. Ott van benne folyamatosan. Tud valamelyest a környezete ezen enyhíteni? Ezen az érzésen? Mindenki a lehető legnormálisabban viselkedik vele, tehát nem adnak hangot ennek, hogy ő más, vagy hogy betegségtudatot szítanának benne. Elfogadta ő is ezt a helyzetet, de mindig ott van vele az, hogy voltak éppen én plusz még cukorbeteg vagyok. Akármi lehetek, meg cukorbeteg. Nyilván az a legjobb, hogyha egészséges az a gyermek, de sajnos nem mindig van így.
Nagyon szépen köszönöm nektek, most is nehéz volt a téma. Megígérem, hogy következőre valami kicsit vidámabbat, könnyebbet fogok választani, mert hogy egy hét múlva újra családőrzök. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Papcsilának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Fekete Cseri Szilárdnak, hogy itt volt velünk ma is, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak ezzel a műsorral egy hét múlva új témával, de itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra.